Igazából nálam a víz szeretete az, ami megvolt a születésemtől fogva. Imádtam fürdeni, a kádba lenni, mindenhol víz volt, az számomra az felemelő volt. Úgyhogy levittek, hogy neked tanulnom úszni, és hát egyből remekül éreztem magam az uszodába, a medencébe, úgyhogy nem volt kérdéses, hogy úszni megtanulok, és hogy utána még szeretném is ezt folytatni. Mindig úgy éreztem, hogy nekem az úszás az, ahol én megtaláltam önmagamat. Mellette próbálkoztam fotballal, kosárlabdával, de egyikben se éreztem azt, amit az úszásnál éreztem. Úgyhogy tehát abszolút nálam az alap volt, hogy én ezt az úszást szeretném folytatni. Rengeteg házi verseny volt, ahol rendre a dobogó legfelső fokain tudtam felállni, de az igazán kiugró eredmény az inkább az ilyen ifi korosztályig váratott magára. Előtte is már voltak jó eredményeim, de mindig voltak versenytársaim, akik jobb időket tudtak elérni nálam. És igazából ifi koromban sikerült, amikor is, nem is tudom, 4-26 vagy 4-20-on belül úsztam a 400 méteres vegyes úszást, akkor kezdtem el először érezni, hogy végre kezd összeállni az egész. Most már 4 olimpián vettem részt, igazából mindegyik érmemre, helyezésemre azért így emlékszem, megvan a fejembe. Hát, hogy nagyon különleges volt az a pekingi 3 ezüstérem, azért az tényleg olyan, ott úgy éreztem, hogy mindent kihoztam magamból abban a pillanatban, ami akkor rendelkezésemre állt, és úgy éreztem, hogy az a verseny az nagyon jól sikerült, de igazából az összes többi éremérmek helyezésért is nagyon sokat kellett edzenem és küzdenem, úgyhogy így nagyon egyet-egyet nem szívesen emelek ki. A riói 100 pillangon a 3-as volt verseny azért tényleg egy nagyon nagy kuriózum. Talán nekem volt már ilyen volt versenyes szereplésem, de nem biztos, hogy például éremér vagy ilyesmi, hanem mondjuk csak egy döntőbe kerülésért vagy ilyesmi, de az, hogy hárman állhattunk a dobogó második fokán, azért ez tényleg különleges volt Michael Phelps-et Chad Leclerc-val, úgyhogy ez mindenképpen egy fantasztikusan jó érzés volt, és tényleg különleges volt, és azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen azért nagyon ritkán fordul elő úszásba. Nagyon sokáig gondolkodtam azon, hogy van-e értelme még ezt az ötödik olimpiát bevállalni, főleg azért, mert az elmúlt időszakban nem voltak olyan kiemelkedőek az eredményeim, nem feltétlenül mentek olyan jól a versenyek. Az edzéseken azért viszonylag jól teljesítettem, de közben jött még egy vakbélműtét is, úgyhogy sok volt a kérdőjel bennem. Hát igazából, ami végleg eldöntötte azt, hogy szeretnék indulni az olimpián, az, hogy belül még azt éreztem a szívem legmélyen, hogy azért még meg szeretném próbálni. Bár azért próbáltam józan észre is átgondolni, hogy tényleg van-e keresnivalom az olimpián. Én nagyon remélem, hogy sikerül azért olyan eredményt elérni, amire azt mondhatom, hogy jó, hogy elmentem.